Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Lewis Hamilton három keréken nyerte meg a defekt cunamit hozó brit nagydíjat. Szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast 31. adásában, melyben a brit nagydíj történéseit fogjuk kielemezni szakértő kollégámmal és drága jó barátommal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi! Szia! Üdvözlök mindenkit! Engem Gellérfi Gergőnek hívnak, Betlen Tamás főszerkesztő igazolt távol létét tölti, úgyhogy ezúttal kénytelenek lesztek kettőnkkel beérni. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát 30 adáson keresztül mindent kibírt az elgyűhetetlen főszerkesztő. Most rejtélyes módon eltűnt, de mi tudjuk, hogy igazoltam a távot. Kedves hallgatóinknak üzenjük azt, hogy Betlen Tamás főszerkesztő továbbra is élvezi az elnyűhetetlen státusztán, most halaszthatatlan dolga támad. Viszont a brit nagydíj az egy olyan fontos esemény, ami mellett valóban nem mehetünk el szó nélkül. Halasztást nem tűrő, úgyhogy neki is esünk rögtön az elemzést. Sanyikám, nem tudom, te hogy voltál, hogy érezted magad tegnap délután 3 és 5 között. Én meglehetősen tragikus állapotban voltam, kedves jó barátaim lakodalma miatt, ahol az előző éjszaka részt vettem. Hasonlóra számítok majd augusztusban, amikor a ti lakodalmatokat fogjuk megülni. Akkor lehet, hogy a belga nagydíj megtekintés számomra is problémás lesz. Na meglátjuk. Minden esetre az utolsó három kör azért alaposan fölvitte a vérnyomásomat. Nem tudom, nekem nem volt egy túl nagy élmény ez a brit nagy díj, leszámítva az utolsó három kört, ami azt hiszem, hogy instant klasszikussá emelte ezt a futamot. Teljesen biztos, a maga a futam az, hát hogy is mondjam, csak a feledhető kategóriába tartozott. Nekem a hétvége felvezetése volt az, ami miatt igazándiból, hát hogy is mondjam, csak megpesdült a vérem. Ugye kezdődött ezzel az egész Albon sztorival, hogy Albonon próbáltunk fogást találni különböző sajtótájékoztatókon, hogy megpróbáltuk kideríteni, hogy mi a terv vele kapcsolatban, mennyire lojális hozzá a Red Bull, és meg is kaptuk a választ, hogy nagyon lojálisak hozzá. Ezt majd talán egyszer később visszatérünk, hogy mit sejtünk, mit szimatolunk, hogy mi áll a háttérben. Jött a Hülkenberg féle visszatérés, ami úgy szintén nagy durranás, a Perez féle koronavírus, úgyhogy volt esemény. A verseny pedig a maga 50 körös unalmával ezt kompenzálta, tehát ami addig történt, azt a verseny kinullázta, majd az utolsó két kör az mindent jóvá tett. Hát ahogy te fogalmaztál, hogy azonnal észhez tértél, hát ezzel mi is így voltunk itt a versenynézés közben, hogy kezdett már az ember egy kicsit elkámpicsorodni, hogy na ebből aztán nem lesz semmi. Aztán végül történelmet láthattunk, egy három keréken futamgyőzelmet arató autó és pilóta révén, úgyhogy ennyi. Igen, én az interneten már láttam egy-két ilyen posztot, bevallom, nem néztem utána, hogy a Forma 1 1000 párfutamos története során volt-e már erre példa, de több ilyen posztot láttam az interneten, ahol emberek azt állították, hogy ilyen még nem volt, tehát hogy a győztes autó három keréken érjen célba, az még nem fordult elő. Hogyha valaki tud ilyenről, természetesen megírhatja nekünk, nagyon fogunk neki örülni. Akkurát és nagyra becsült kollégák esküdtesznek arra, hogy nem történt még ilyen, úgyhogy mindenképpen történelmet láttunk a tegnapi nap folyamán. Ki gondolta volna? És megint Silverstone, azért emlékezz vissza, hogy 2013, ugye 13-ban volt a nagy defekt sorozat, amikor ennél kicsit kellemetlenebb volt a helyzet, mert itt ugye a Pirellit nem nagyon lehet felelőssé tenni a történtekért, talán majd erre még visszatérünk. Akkor ott egyértelműnek tűnt a Pirelli felelőssége a 13-as brit nagydíjon, de megint ezen a helyszínen jönnek sorba a defektek. Nem véletlen. Nagyon érdekes. Nem véletlen ez, tehát Silverstone egy nagyon nagy sebességű pálya, ahol olyan elképesztő terhelést kaptak az abroncsok, ahol hogyha csak egy kicsi gyengeség is van, vagy valami rés a pajzson, akkor az itt biztosan felszínre jön. Tehát ha valami, akkor ez tökéletesen megmutatja. Azt sokszor az ember, amikor a televízió keresztül nézi Silverstone-t, ez annyira nem jön át, de ott a helyszínen, amikor járkálsz, és ott megnézed, megtapogatod ott a dolgokat, meg testközelből, mert ott tényleg vannak helyek, ahonnan nagyon közelről lehet látni a száguló versenyautókat,
ott, amikor azt megtapasztalod, akkor azt mondod, hogy ez egész egyszerűen őrület, és akkor sokkal jobban megérted azt, hogy az abroncsok kopása, meg a különböző gumi problémák miért jönnek általában Silverstone-ban felszínre. Egyébként visszatérve arra a néhány évvel ezelőtti gumibalhéra, azért ott sem biztos, hogy 100%-ig el lehetett marasztalni a Pirellit. Ne felejtsük el, hogy a Pirelli olyan gumit gyártott, amilyet a csapatok és bőnék lesz akkoriban kért tőlük, tehát ki az, aki, tehát követ nem lehet rájuk vetni, hogy az az ő felelősségük volt, akkor ez csak úgy a tisztánlátás miatt mondom, hogy... Nem is feltétlenül arra gondoltam, hogy a Pirelli mint cég felelőssége, de hogy ott a gumikkal azért valami nem stimmelt. Itt meg, ahogy itt az adás előtt is beszéltünk róla, meg majd mindjárt itt az adásban is kibeszéljük, itt azért túlhasználták ezeket az abroncsokat a csapatok. Nem kicsit, hanem nagyon. Tehát a leggumigyilkosabb pályák egyikén, vagy talán a leggumigyilkosabb pályán határozottan fölé mentek. Jócskán fölé mentek a Pirelli ajánlásainak. Úgyhogy ugye ezek az ajánlások, ezek azért általában egyértelműek szoktak lenni, még ha el is nyilvánvalóan azért időről időre eltérnek ettől a csapatok, de az azért valamilyen szinten az emberi tényező jelentőségét mutatja, hogy épp itt vállalkoztak arra, hogy egy picit túllépik azokat az ajánlásokat, amiket megfogalmazott a Pirelli minden egyes keverék használata esetén. És hát ugye azért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez is azt mutatja, hogy milyen végletekig kiélezett küzdelem zajlik a Forma 1-ben, hogy az az istálló, aki jelen esetben a Mercedes, akik torony magas előnyük van és fölényük van, még ők is túlvállalták magukat, sőt, ők vállalták aztán igazán túl magukat. Na igen. Na jó, mit szólnál, ha elindulnánk a kis kategóriáinkkal? Aztán lássuk, hogy a hallgatók egyet értenek-e velünk kommentekben, és egyéb helyeken szokás szerint lehet vitatkozni, szidalmazni, átkozni, és minden egyebet csinálni. Minden egyebet velünk, bármit elkövethettek. Így van, ugye az elmúlt adásban szóba került, hogy puskával is lehet minket kergetni, azért reméljük, erre nem kerül sor legfőjebb virtuálisan. Sanyikám, kezdjük a legfontosabbal. Ki volt a hétvége embere nálad? Hát... Ahogy azt említeni szoktuk, emlegetni szoktuk a Formula Podcast adásaiban, azért mi elfogyasztunk mindig jó néhány csésze kávét, amikor döntéseket hozunk. Hát most is a mai reggelen is elfogyasztottunk egy néhány csésze kávét így virtuálisan együtt, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ezt a kategóriát most egy picit megbontjuk. Gergő, te tettél javaslatot erre, áruljuk el a hallgatóknak. Rendben, akkor fölkonferálom a két kategóriát. Egyrészt ki fogjuk osztani mindjárt a hétvége embere díjat, ezt követően pedig a hétvége embere, aki nem Lewis Hamilton című díjat. Ebből nyilván kiderül, hogy a hétvége emberének ismételten Lewis Hamilton találtuk, mert hétvége, itt, ugye, a hétvége... Három, ez végigcsinálja, bocs, ezt az utolsó fél kört így, hát... Ez nem a hétvége, az évtized embere. A hétvége Lewis Hamiltonja biztosan Lewis Hamilton. Tehát egy picit belegondolva abban, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk gépeknek tekinteni ezeket a srácokat, hogy igen, ott van, az biztos, hogy ő mindig ugyanazt a teljesítményt tudja hozni, blablabla. Bla, 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 bla. De azért gondoljunk bele, tehát mész az autóval teljes, totálisan biztos lehetsz abban, hogy már megvan a futamgyőzelem. Már lehet, hogy már a pezsgős üveget érzed a kezedben, vagy a másnapi címlapokat, ahol megéneklik azt, hogy atya úristen, hetedszer gyertél a saját hazád nagy díján. És akkor egyszer csak jön egy ilyen. Még akkor is, hogyha a Bottas defektje miatt röviddel korábban már jelezték neki, hogy a gumik egyben tartás az kulcsfontosságú, és mindennél fontosabb, de akkor is beüt a ménkő. És akkor azt abban a helyzetben azt a lélek jelenléttel, ahogy azt ott végig kell csinálni. És számomra az volt a legdöbbenetesebb a különböző virtuális sajtótájékoztatókon figyelemmel kísérni a Hamiltont a verseny utáni időszakban, hogy micsoda érzelmi hullám vasúton ment keresztül. Ugye azt mindenki láthatta, amikor kipattant az autóból, ezután az elképesztő befutó után, ugye a szokásos energiabomba, ünnepelt, boldogság, túl vagyunk rajta, sikerült, blablabla. Bla, bla. Eltelt egy fél óra, bejött az FIA-nak a hivatalos sajtótájékoztatójára, ahol mi, mint Autosport és Formula magazin virtuálisan jelen lehetünk, és ott már lehetett érzékelni rajta, hogy arról beszél, hogy te atya úristen, nekem most kezd leesni az, hogy valójában mi sűhetett volna ki ebből a drámából, ebből a defektből.
És ott már beszélt arról is, hogy hát a jó Isten nagyon sokat segített neki abban, hogy nem baleset lett belőle, hanem uralni tudta az autót, és valahogy be tudta gyömöszölni, át tudta gyömöszölni a célvonalon, de ami az igazán többenetes volt, az esti órákban, amikor a Mercedesnek a sajtóértekezletén megjelent. Hát ilyennek én még soha nem láttam Hamilton, ugye általában mindig kicsattan az önbizalomtól, sokszor néha már talán hajlamosak vagyunk azt is hinni, hogy ez egyfajta ilyen erőltetett lazaság, amit látunk rajta, most viszont a döbbenet ült ki az emberem. Ez volt az első olyan értekezlet egyébként, ahol nem volt rajta a maszk, tehát a mimikájából tökéletesen lehetett olvasni. És akkor mondtam először, hogy tulajdonképpen visszanézte röviddel korábban azt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy szó szerint ő nincs magánál. Azt mondta, hogy így fogalmazott, hogy ez egy késleltetett reakció nála, és azt mondta, hogy ő is csodálkozik saját magán, már így az esti órákban, hogy azokban a pillanatokban, hogy az Atya Úristenben olyan szinten megőrizni a higgadságát, vagy a nyugalmát, hogy ezt végigcsinálja. Szóval annak idején... És kellett nyomni, tehát mert egy félbolond holland ugye érkezett mögötte. Nem kis tempóban. Nem kis tempóban, tehát muszáj volt tolni neki három keréken. Nem az, hogy célba vitt, hanem hogy tempóval vitt célba az autót. Én beírtam magamnak sokat szóra is egy piros pontot Verstappennek, aki egyébként bekapta a sajtótájékoztatón azt a kérdést, hogy mit gondol erről a helyzetről, és ő maga hozzakodott elő ezzel, hogy persze most biztosan sokan azt mondják, hogy milyen szerencsés volt a Lewis, pedig azt mondta, hogy nem szerencsés volt, hanem egész elképesztő bal szerencséje volt, azt mondja, hogy mikor történik vele ilyen? Hát soha. Soha. Azt mondja, és most ez megtörtént, ennek ellenére végig tudta csinálni, meg tudta csinálni, és azt mondta, hogy ő is kalapot emel előtte, azt mondta, hogy ez egy elképesztő emberi teljesítmény volt. Megmutatta azt, hogy az emberi tényező nagyon is sokat számít, ugyanis én azt gondolom, hogy joggal feltételezhetjük, bár én azt annak a híve vagyok, hogy a jelenlegi mezőnyben olyan magas a színvonal, amilyen talán még soha nem volt a Form 1-ben, de még ezek között, a tökös gyerekek között sem biztos, hogy mindenki végig tudta volna csinálni ezeket a pillanatokat úgy, ahogy ezt a Hamilton lehozta. Abszolút egyetértek. Verstappenre talán még egy szó erejéig érdemes kitérni. Több szó is, mert nem elképesztő az ő verseny is egyébként. Igen, kicsit úgy kezd árnyékba kerülni az idei szezonban, mert ugye a tipikus sor, mint ugye Hamilton, Bottas, Verstappen, hogy ő lesz itt az örök harmadik. A bajnoki tabellán egyébként szerintem ez nagyjából borítékolható, hogy ő lesz a harmadik. Nem nagyon látom azt Ő egyébként egy ilyen virtuális sajtóértekezleten már ki is osztotta a világbajnoki címet a Hamiltonnak. Azt mondta, hogy ez teljesen biztos, ez lefutott a Lewis bajnok, semmi gond. Nekünk az a dolgunk, hogy megpróbáljuk valamennyire ledolgozni a hátrányunkat. Hát egyébként ez így van, és ugye itt az a nagyon érdekes kérdés, hogy mit érezhettek a Red Bull-nál abban a pillanatban, amikor Hamilton defektet kapott. Tehát ugye ők, akárhogy nézzük, akármit mondanak utólag, egy potenciális győzelmet buktak el, és ugye mondják, hogy ez egy biztonsági kerékcsere volt, tehát hogy ők nem a leggyorsabb körére álltak ki. Nem a fenét, nem. Tehát ez... Na, bocsánat. Nekem alkalom... Teljesen egyértelműnek tűnt, bocsi, ez abszolút. Alkalmam nyílt végighallgatni a tegnapi nap folyamán Verstappent és Hornert is, Christian Horner csapatfőnököt ezzel a témával kapcsolatban, hogy gyerekek, megérte? És mind a ketten gyakorlatilag az volt a hihetetlenül meglepő, hogy ők abszolút nem is gondoltak erre. Persze azt mondták, igen, lehet, hogy megnyertük volna a versenyt, de az is lehet, hogy elbukunk mindent, mert mi van, hogyha az ő egyébként agyon használt abroncsaig is eldurradnak a Verstappen autóján, akkor nesze semmi fog meg jól helyzet áll elő. Így viszont azt mondta, hogy ebben biztosak voltak, ez volt az a kalkulált rizikó, amit ők tudtak vállalni, és be is vállaltak, és nagyon nagy valószínűség szerint jól tették, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy a Verstappennel nem történt volna ugyanez. Egyébként ő maga nagyon nagyot nevetett ezen. Azt mondta, hogy hát persze, hát azt mondta, hogy utólag hihetetlenül könnyű bölcsnek lenni, meg okosnak lenni, de ott abban a helyzetben teljesen egyértelmű, hogy ez volt az egyetlen ésszerű döntés. Hogy kimenni, kereket cserélni, biztosan befejezni a futamot, és eséllyel pályázni plusz egy pontra. Egyébként nagyon sok olyan véleményt is láttam, hallottam, olvastam a hétvégén, amint tényleg érdemes gondolkodni, hogy van-e értelme ennek a bónuszpontos rendszernek. Ugye ettől mindenki azt várta, hogy majd izgalmasabbá teszi a versenyeket, egy új elem érkezik
a forgatagba, hogy akkor ezzel majd valóban valamiféle plusz izgalom csempésződik a versenybe. Most ez valóban adott valamit, ez, hogy lehet beszélni erről, hogy ők nagy valószínűség szerint egy győzelmet buktak el, de úgy általánosságban véve most már eltelt annyi idő ennek a rendszernek a bevezetése óta, hogy érdemes elgondolkodni rajta, hogy van-e ennek értelme, vagy nincs. Hát én erre nem fogom tudni megadni a jó választ. Jelen pillanatban én sem, viszont a hallgatóinktól várjuk a véleményeket a különböző platformokon, a Formula Podcast Facebook csoportban, a podcast@formula.hu e-mail címen, de akár nekem is írhattok a különböző social media felületeken, ahol mindenütt Mesandor az azonosító. Így van. És azzal kapcsolatban is írjátok meg a véleményeteket, hogy mit gondoltok arról a kijelentésünkről, hogy a hétvége másik embere díjat Charles Leclercnek adjuk, aki az én jelöltem volt. Fejtsd is ki, légy szíves, indokold meg. Kis fejtem, igen, megpróbálom összeszedni a szavaimat, ha bár még mindig él bennem a lakodalom. Na mindegy. Szóval ugye Leclerc fantasztikusan kezdte a szezont, ez kétségtelen. Volt benne egy nagyon nagy malac, de tény, és való ugye, hogy egy erre teljesen alkalmatlan autóval hozott egy nagyon szép második helyet az osztrák nagydíjon. Ezt követően belekerült egy hullámvölgybe. Következő két hétvége az nagyon-nagyon rossz volt. Ugye különösen nyilván a Steyr nagydíj, amikor sikerült egy pillanat alatt lenullázni az egész Ferrarit, de hát a magyar nagydíjon is nehéz pozitív szavakat találni a produkciójára. Ehhez képest az időmérőn is abszolút a maximumot hozta ki az autóból, és most megint ő volt ott, amikor az élmezőknek történt valami problémája, akkor ő volt ott, aki levadásza a lepattanó dobogót. Nem a Renault, nem a Racing Point, mert róluk majd külön beszélünk még, és ezúttal nem is a McLaren, hanem megint Leclerc volt, aki valahogy a középcsapatok közül megint ő tudott dobogót szerezni, és minden mellett Sebastian Vettelt nagyon csúnyán megverte. Ezt akartam mondani, hogy egy valakit kifelejtettél az adás előtti eszmefutatáshoz képest, és ez Vettel. Igen, pont. Nem fogom bántani, mert nem. Dicsérjük most inkább Leclerc-t, közelítsük meg ebből az irányból, hatalmas kontraszt volt a két Ferrari pilóta között. A korrektség jegyében azért jegyezzük meg, hogy az előző nagydíj hétvégén, a magyar nagydíj hétvégén is, akkor ugye fordított előjellel, akkor Vettel volt az erősebb egyértelműen, de talán nem volt ennyire látványos a kontraszt, hogy mindketten profitáltak a futamvégi bal szerencsés sorozatból, Leclerc egy dobogót, Vettel meg az egy pontot érő tizedik helyet köszönhette ennek. Azért ez nagyon-nagyon nagy különbség. Brutális különbség, tehát a hétvégén nem Lewis Hamilton nyert, Charles Leclercnek hívják a Formula Podcast stábja szerint. Jó, lépjünk akkor tovább, és következik szokásos kis listánkon a hétvége meglepetése, amit ismét ketté osztottunk. A hétvége meglepetése ugye eddig, és ezt meg is fogjuk tartani, ezt a jó szokásunkat, a pályán mutatott eredmények, teljesítmény alapján osztjuk ki annak a csapatnak vagy pilótának, aki az előzetes várakozásokat felülmúlta. De emellett meg kell neveznünk mindenekelőtt a hétvége döbbenetét. Sándor, tiéd a szó. Haj, nagy keresztet raktál ezzel a vállaimra. Kivált kép, hogy nagyon sokat röhögtél is rajtam a hétvége folyamán. A hétvége döbbenete és meglepetése az Nico Hülkenberg visszatérése, aki surranó pályán Sergio Perez pozitív koronavírus tesztjének köszönhetően valahogyan visszasurrant a Form 1-es mezőnybe, ahol jött is, látott is, és nem versenyzett. De erre majd a későbbiekben visszatérünk, hogy akkor hogy is volt itt, mint is volt itt. A lényeg az, hogy mindannyiunkat megdöbbentett az, hogy bár más nevek lebegtek a levegőben, akik beugorhattak volna a pozitív koronavírus tesztes Perez helyére, végül Ottmar Szafnauer Nico Hülkenberget rántotta be, aki így újra visszakerült ideig, óráig a Form 1-es mezőnybe. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, erről még fogunk beszélni. Jó, akkor egyelőre maradjunk is ennyiben. A hétvége meglepetése pedig a produkció, az eredménye, teljesítmény alapján a Renault. A Renault, amelynek azt mondom, hogy gyakorlatilag először volt valós dobogó esélye, nem, ez nem igaz, tavaly Hockenheim, akkor mondjuk a tavalyi Hockenheim után másodszor volt valós dobogó esélye,
Most ugye... Azért gondolj bele, hogyha csak egy pillanat, egy gondolat. Lewis Hamilton, ha fél körrel korábban kap defektet, Daniel Ricciardo dobogós. Így van. Ez nagyon durva. Tehát ez abszolút nem volt benne a pakliban szerintem, hogy a Renault ennyire erős lesz, és most hasonlított a legjobban a produkció arra, amit egy gyári csapattól el lehet várni. És erőből volt erős. Tehát nem azért, mert ez vagy az vagy amaz, hanem egészen jó teljesítmény nyújtottak. A hétvége elején ilyen csütörtök, péntek magasságában azért még lógó orrokat lehetett látni a Renault-nál. Tehát egyértelműen arról számoltak be Ocon is és Ricciardo is, hogy bár ők nagyon reménykedtek abban, Spielberg után a Hungaroringen versenyképesek lesznek, vagy versenyképesebbek, mint korábban, de ott azért elég komoly bukta volt, tehát nem úgy jött ki nekik a lépés, amire számítottak, ez egy kicsit demoralizálólag hatott a társaságra. Majd jött ugye Silverstone, ami egy harmadik karakterisztikájú pálya, mert gyors ugyan Spielberg is és tempós, de azért nem ezen a szinten, mint ami Silverstone, és egyszerűen mentek, jók voltak az autók, és ez mindenféleképpen örvendetes, és egyébként egy picit visszautalnék az egyik korábbi adásunkban tett állásfoglalásomra, ahol én azt vizionáltam, hogy nem véletlen az, hogy ők ennyire ostorozzák és ütik a Racing Pointot. A Racing Point jelen pillanatban az erős sorrendben előttük áll, tehát elméletileg a Racing Pointnak nagyobb szansza van arra, hogy előttük végez majd a pontversenyben, de most, hogy felismerték magukban az X-faktort, az X-et, hogy lehet azért itt nekünk is keresni valunk, azért ütik minden létező eszközzel a rózsaszíneket, és ugye meg is történt a zsinórban a harmadik óvást is, benyújtották az FIA-hoz a Racing Point autójára. Igen, itt ugye az külön tetszett, azt nem sokkal a felvétel előtt olvastam, ugye, hogy megállapodott a Racing Point és a Renault, hogy ezt nem kell külön-külön-külön kivizsgálni a három óvást, legalább ennyivel csökkentsék az FIA feladatait, mert a Racing Point közölte, hogy ugyanazt a kérdéses alkatrészt, hogy ezt a fékhűtő elemet ugyanazt használták mindig a Renault, ezt pedig nagy kegyesen elfogadta. Na, meglátjuk, ez ugye majd a politikára tartozik, de ugye a Renault szerencsére nem csak a zöld asztal mellett, hanem a pályán is produkál. Megnéztem volna Fernando Alonso arcát. Ezt akartam mondani, hogy ezt nagyon jól lett. A leítést követően. Tehát most már nem is tűnik annyira rettenetesnek az a hely, ahova ő érkezni fog. Igen, első kettős pontszerzésük idén. Végre ugye ez nekik is összejött, és hát a negyedik hely pedig ugye összesen egyszer a visszatérésük óta, tehát a gyári visszatérésük óta összesen egyszer sikerült ilyen magasan végezni a futamon. Fogalmazzunk úgy, hogy a Renault is alakul, mint púpos gyerek a prés alatt. Nagyon szépen mondtad, viszont ennek. Én azt gondolom, hogy a hiányérzet az meg lesz nekik mindaddig, amíg legalább egy dobogó össze nem jön. Tehát az azért ugye változatlanul megvan, most már nincs ott Hülkenberg, ugye az ember, aki nem tud dobogóra állni, csak hogy adjak neked egy kis... Nem mondok semmit, csendben vagyok. Ne is. Na, de viccet félretéve, tehát azért ötödik éve vannak gyári csapatként ismét jelen a Forma 1-ben, és gyakorlatilag azóta már boldog-boldogtalan dobogóra állt rajtuk kívül, úgyhogy ez nagyon-nagyon időszerű lenne. Ja, igen. Igen, igen, minden esetre ez most tényleg nagyon rendben volt, és amit ugye még tényleg fontos kiemelni, vagy hangsúlyozni, mert ugye egyszer már említetted, hogy ez azért most itt erőből, tehát partiban voltak a McLarennel, a Racing Point előtt voltak egyértelműen, időmérőn és futamon is, és hát ugye a Ferrari-kat, meg hát az éppen fölül teljesítő Leclerc az jócskán előttük volt, az alul teljesítő Vettelnek pedig esélye se volt a Renault közelébe se férkőzni. Még annyit azért mindenképpen szeretnék hozzátenni itt egy kicsit tágabb spektrumon gondolkodva, hogy a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi erőviszonyokat látva, hogy erős Renault annyira kell ennek a Form 1-nek, mint egy falat kenyér. Rettenetesen nagy szükség van arra, hogy egy ütőképes Renault lássunk, akik a középmezői felső régiójában azért oda tudnak érni, adott esetben dobogókhoz is oda tudnának piszkálni. Nagyon-nagyon jó lenne, ez sokat színesítene ezen a helyzeten. Igen, igen, abszolút. És akkor beszéljünk egy másik színes istálóról, különösen ami a festésüket illeti. A hétvége csalódása valószínűleg senkit nem fog túl nagy meglepetésként érni, hogy a Racing Point istálót jelöltük a hétvége csalódásának. Ugye az követően, amit az első hetekben láttunk tőlük, az követően, hogy olykor-olykor úgy tűnt, hogy a nyers tempó tekintetében akár a második erőnek is neve volt nevezhető egy-egy pillanatban a Racing Point,
ez most az értékelhetetlen. És vállalhatatlan, vállalhatatlan kategória, ráadásul hát valakik hazai pályán voltak, akkor ők tényleg hazai pályán voltak, tehát egy, én nem is tudom, légvonalban, ha van 2 vagy 3 kilométer, de szerintem még annyi sincs a pedoktól a Racing Pointnak a központja, tehát ott van egy, tényleg szó szerint egy kőhajításra, tehát ha valakik, akkor ők tényleg az út túloldalán, ők a szomszédból ruccantak át versenyezni, és hát vállalhatatlan volt, tényleg értékelhetetlen. Ahhoz képest, hogy mint tudjuk, mi rejlik ebben az autóban, vagy minek, mit lehet neki hozni ebből az autóból egyébként. Megmondom őszintén, tehát a Perez kiválása, hirtelen kiválása az azért éreztette, szerintem elég jelentősen éreztette a hatását, tehát a Strollnek nincs még azon a szinten, hogy a hátán tudja cipelni a csapatot, még akkor sem, hogyha a Hungaroringen azért sokat mutatott. Hülkenbergtől irreális volt az az elvárás, amit egyébként nagyon sokan megfogalmaztak, hogy na majd most visszajön, és akkor rögtön beül az autóba, és mekkora tündérmese lesz, hogy megszerzi az első dobogóját. Hát azért akármennyire tapasztalt egy versenyző azért ilyen hosszú kihagyás után, oké, hogy a tavalyi évadzáron ő még aktív Form 1-es pilóta volt, de akkor is, tehát ilyen körülmények között, hogy 20 óra alatt gyakorlatilag otthonról odavarázsolják és beültetik, és akkor az egyik legjobb autóba, és azt mondják, hogy tessék, menjél, és hozd ki belőle a legjobbat, hát ez óriási feladat. Nem tudott ő se megfelelni ezeknek a... Amit nyújtott, amit látott, az szerintem teljesen tisztes és értékelhető teljesítmény volt, amit a Hülkenberg produkált, de Stroll az megmutatkozott, hogy nincs még azon a szinten, hogy teljes, hogy is mondjam, csak zászlóvivővé lépjen elő. És még egy megfigyelésem van ezzel kapcsolatban, amit én egyre inkább, ahogy haladunk előre az időben, úgy érzek a Racing Pointon, az pedig az, hogy azt már nagyon sokszor hallottuk egy ilyen csapat és szerveződés kapcsán, hogy jó eredményt elérni, meg igazi nagyot dobni, meg produkálni, ahhoz azért kell egy bizonyos szintű, hát hogy is mondjam, csak tapasztalat. És valahogy nekem az egész Racing Pointból, bár az autó az kétségkívül csodálatos, nekem mintha olyan érzésem lenne, hogy valahogy nincs meg az a plusz, az utolsó 2-3%, ami ahhoz kellene, hogy tényleg nagyot tudjanak dobni. Ugye ezt idővel, amikor tapasztalatot szereznek az autóval, stratégia frontján, minden egyéb fronton, akkor majd várható az, hogy talán ezt át tudják hidalni, ezt a problémát, és tudnak majd jobb eredményeket produkálni. Ugyanakkor vissza kell, hogy utaljak arra, amit ott már Szafnauertől hallottunk, amikor a Formula Podcastben vendégül láthattuk, hogy ilyenkor mindig van egy rizikó. Az, hogy amikor elindul a szezon, akkor hogyha egy ilyen kisebb csapat tud valami nagyot dobni, vagy valami jót összerakni, egy jó csomagot, akkor minden egyes versennyel, ahogy haladunk előre az időben, úgy nő a kockázat, hogy az a bizonyos előny, amit ők maguknak összeraktak, az úgy fog csökkenni, mert azok, akiknek sikerült fityiszt mutatniuk, azok is találnak valamit, kiváltképp a tehetősebb csapatok, akik közelebb kerülnek hozzájuk. Úgyhogy én izgatottan várom, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor összeáll ez a csomag. Azt láttuk már a múltban, hogy tud ez a gárda nagyot alakítani, hogyha akar. Csak hát ugye most ez kérdés. Hát nézd meg, ugye volt eddig, az eddigi 4 versenyből 2-nek a végkifejlete meglehetősen kaotikus volt. Az idénnyitó, meg a tegnapi. Ha a Racing Point, most nem mondom, hogy akár Perez, de akkor mondjuk, hogy Stroll, hogyha azt a produkciót, amit a Hungaroringen nyújt, azt a szezonnyitón vagy tegnap csinálja, akkor dobogós. Ez biztos. Tükörsimán. Így van. Tükörsimán dobogós. Tehát valahogy vagy a körülmények nem állnak össze, vagy a teljesítmény. Egyszerűen nem, és érted, még a Ferrari egyértelműen gyengébb autó a Racing Pointnál jelenleg. Egyértelműen. És 4 futam alatt a második dobogót húzták be. Így van. Mert megvan az a tudásbázis, megvan az a, fogalmazzuk úgy, hogy know-how, aminek meg kell lenni ahhoz, hogy ezeket az eredményeket tudjad produkálni. Tehát ahogy most itt, ahogy faluhelyen mondják, ezeket a teljesítményeket nem a fecske hordja össze. Ez itt is így van. Ki fog alakulni náluk az a tudásbázis, aminek meg kell lennie a jelenlegi feltételekkel kapcsolatban, és akkor remélhetőleg tudnak majd nagyokat dobni. Én még mindig egyébként a legizgalmasabb brigádnak tartom őket a jelenlegi mezőnyben. Mindenképpen, és nyilván ehhez az izgalomhoz hozzátett itt Hülkenberg megjelenése is. Ugye Hülkenberg, aki visszatérő hallgatóink pontosan tudják, hogy a legnagyobb töréspont köztünk Sanyival. Én, hogy mondjam,
egy nagyon-nagyon picit bíztam a csodában. Na nem az, hogy ő megnyeri a brit nagydíjat, tehát nem erre gondolok, csak hogy most itt valami jó nagyot fog villantani, elhallgattatván a kétkedőket, például engem. Szembenülő urat, igen. De nyilván egyébként, ami történt az időmérőn, az a realitás. De azt kell mondjam, hogy így, beugróként, az, hogy az első szabad edzésen vezeted először ezt az autót, sőt, tehát hogy na, itt nem lehetett ennél többet elvárni. A futam meg, hát igen, az meg kínos. Mármint arról ő nem tehet, ugye, de azért ez nagyon ciki. Tehát ugye a Racing Point mérte hétvége csalódása, ugye nem csak a Stroll féle összekuporgatott pont, csekélypont mennyiség miatt, hanem hogy a beugró versenyzőjüket nem sikerült kivarázsolni a rajtrácsra. És ez mindenféleképpen, ez óriási gáz, ugye. Valami, én nem is tudom, kuplunk csavarnak a meghibásodására hivatkoztak, ez ciki, gyerekek. Tehát azért ez nem... Hát nem a Formula 4-be vagyunk. Igen, na. Igen. Ne vicceljünk már. Igen, hogy a rajtrácsról, tehát azok a pillanatok, amikor a rajtrácson elkezdtek összepakolni, és elkezdtek visszavonulni a garázsba, tehát azt mondtam, hogy te jó Isten, mi történik itt? Mi történik itt? De rettenetesen sajnáltam a Hülkenberget, hogy nem tudott elrajtolni. Ilyet se hallottam ezután még tőle. Ezután az őrület után, amibe belekeveredett, viszont hihetetlenül cuki volt, hogy azt mondta, hogy ez a verseny, ez a számomra pont olyan volt, mint ez az egész hétvége, egy őrület. Ide jöttem, újra beleraktak az autóba, szabad edzés, kvalifikáció, atya úristen, és egyszerűen nem, nincs verseny. Azért ezt nagy csapás, de mondom, nagyon méltósággal viselte, és én rettenetesen sajnáltam, szerettem volna látni, hogy és én őszintén remélem, hogy a mostani hétvégén azért megkapja a lehetőséget. Mert ugye, bár nem tudom, jelen pillanatban, ma reggel nem néztem híreket, bevallom őszintén, de ugye jelen pillanatban az biztosnak tűnik, hogy Perez nem indulhat a következő igen, hétvégén. Igen. Tehát, hogy mondjam, én azért, ugye itt korábban Stoffel Vandoorn és Esteban Gutierrez volt megnevezve. Vandoorn ugye azért nem jöhetett, mert hogy neki dolga van a Formula E-ben éppen. Tehát, hogy ő elérhetetlen volt. Most Gutierrez meg miért is lett volna jó pontosan? Tehát ezt nem nagyon értettem már akkor sem, már csütörtökön sem. Nyilván a mexikói piac és a szponzorpénzeken kívül. Szeretnék egy apró érdekességet, amit tegnap hallottam. Magát a Toto Wolfftól, a Mercedesnek a sajtóértekezletén ugye fölmerült ez, hogy akkor miért alakult ez így, hogy a Hülkenberg ült be a Racing Pointba, amikor a Mercedes kötődésű pilóták neve lebegett a levegőben, ugye a Vandoorn és a Gutierrezé. Nagyon érdekes dolgot. Ugye a Vandoort azzal indokolta, hogy igen, neki formula is kötelezettsége van, viszont a Hutier ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy egész egyszerűen arról volt szó, hogy benézték a történetet. Ugyanis Hutier ez, ha nem tévedek, ugye 2016-ban versenyzett utoljára, mikor mentünk? Igen. 16-ban. Az első ház szezon, 16-ban, amikor a ház kezdett. Elmondta Toto Wolff, hogy... Nem volt pontja. Nem. Minden rendben van. Szuperlicenszet is lehet adni neki. A világon mindent, viszont azt mondta, hogy az idei évtől van egy olyan szabály, hogy a beugró versenyző, tehát beugrani akkor lehet, még akkor is, hogyha neked van Forma 1-es múltat, hogy ha az elmúlt 3 évben nem versenyeztél igazoltan Forma 1-es autóval, akkor a beugrás előtt igazolnod kell azt, hogy te legalább abban a naptár évben 300 kilométernyi tesztvezetésen részt vettél. Tehát a feltételek nem voltak adottak ahhoz, hogy a Esteban beüljön az autóba, és ő menjen a Racing Point-a. Egyébként ez nyilvánvalóan, ez biztosan így van. Ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem azt, amit Toto Wolff mond. Tehát ő maga ismerte el, hogy ezt csúnyán benézték, de egy fikaszi kétségünk se legyen, hogy ismerve a jó öreg Otmar Szaftauert, hogy neki az elsődleges választásra Hülkenberg volt, aki sok mindenféleképpen jobban illett ebbe a képbe, mint szegény Esteban Gutierrez. Le a kalapa, egy tüneményes, cukipofa, jó srác, biztosan gyors is, ha úgy adja, de maradjunk annyiban, hogy Hülkenberg egy néhány hónappal ezelőtt még aktív Form 1-es pilóta volt, tökéletesen ismeri azt a társaságot, ahova becsöppent, mert ugye azért hosszú éveket... Sok évet lehúzott, tehát minden tekintetben jobban klappolt ebbe a történetbe Hülkenberg, de ezt mondom, ez érdekes volt hallani azt, hogy a nagy Toto Wolff felismeri, hogy
Hát tulajdonképpen benéztük, mert a feltételek sem voltak adottak ahhoz. Tehát most ezek után viszont beszélgethetünk arról majd a későbbiekben is, hogy akkor beugorhat-e a Hutérhez. Most már tudjuk, hogy nem. Egészen addig biztosan nem, amíg nem esik át egy olyan teszten, ahol legalább 300 kilométeren át vezeti a Forma 1-es autót. Ugyanis ezt igazolni kell az FIA kritérium szerint, akkor teszik lehetővé azt, hogy beugróként szerepeljen a versenyen. No, hát ez szép. Jó, na, hétvége legszomorú pillanatát megbeszéltük. Nico Hülkenberg kiszáll az autóból, és teképpen be se száll az autóba. Melyik volt a hétvége pillanata? Valószínűleg ez se nehéz kiválasztani. Ugye lamentáltunk, ezzel elmélkedtünk, hogy akkor melyik legyen, hogy Hamilton defektje, vagy a defektek úgy általában, de úgy döntöttünk, hogy a defektekre. Az utolsó, tehát a hajrában bekövetkezett defekt hullám volt a hétvége pillanata, amire biztosan nagyon sokáig fogunk még emlékezni. Így van, és ugye egyébként, ahogy az adás elején mondtam, én ritkán mondok olyat, hogy egy verseny unalmas, de ez azért, ez meglehetősen az volt, egészen itt a hajráig, amikor jött az őrület, és ahogy mondod, ezt nem nagyon fogjuk elfelejteni. Egyébként nekem volt még egy nagyon szép pillanat a hétvégén, illetve konkrétan vasárnap délután, ez is defekthez kapcsolódik, amikor a kamera visszaváltott Daniel Kvyat autójára, és azt láttam, hogy kim van az autóból. Mert az egy pillanatig nagyon rosszul nézett ki. Ugye elvették a képet, nem ismételték, nem mutatták, ezt valahogy úgy nem szereti az ember, amikor a balesetet nem mutatják, mert az általában rosszat sejtett. Az általában rosszat sejtett, úgyhogy én azért nagyon örültem, amikor láttam, hogy Kvyat lábon van, és ugye tulajdonképpen már az eset előjelezte, hogy itt mi fog ezután következni. Ja, elképesztő volt az egész, és tényleg, hát még egyszer, csak mondjuk ki a mondatot, három keréken ér célba a győztes autó. Viszont... elképesztő. Tehát ez az év pillanatai között is, azt hiszem, hogy ott lesz majd az évvégi szavazás. Biztos, hogy sokszor fogjuk látni ezt a visszajátszást különböző műsorokban, ahogy döcög befelé a Mercedes. De viszont remélem nem fogjuk látni Kvyatnak azt a megnyilvánulását, amit elkövetett szerencsétlen operatőr ellen, amikor kimászott az autóból, és ellökte az operatőrt. Egyrészt szerencsétlen operatőr nem tehetett róla, hogy Kvyattal az történt, ami történt. Ugyanakkor nem ez a viselkedés, ez teljes mértékben vállalhatatlan, szerintem, de azért gondolkodjunk az is, hogy micsoda adrenalin dolgozott abban a srácban ott akkor. Persze, de ettől függetlenül külön díjként Juan Pablo Montoya Burger King-jét azért átadhatjuk Daniel Kvyatnak, mert ez Montoyához méltó viselkedés. Hasonló, igen. Reméljük, hogy nem fogunk látni a közeljövőben. Nem, ez nem illő. Otromba megnyilvánulás volt Kvyattól, aki egyébként egy normális gyerek, tehát én nem számítottam arra, hogy ilyen kirohanás fog érkezni tőle. Mindenkinél elszakad néha a cérna, még nálad is, pedig azt. Nálam aztán csak el szokott szakadni a cérna, erről se tudnál, és az elgyűhetetlen főszerkesztő igazi kulisszatitkokat szolgáltatni. Akkor, Sanyikám, pusmorogjunk kicsit. Okay. Úgy tenném föl neked a kérdést, a hétvége pusmorgása, koronavírus fertőzötte Sergio Perez, vagy nem? No, tehát itt az ideje, hogy egy kicsit leírni nem írjuk le, de gondolkodni hangosan lehet, amit a hallgatóink is hallanak, hogy szerintem nem vagyok egyedül azzal a gondolatmenettel. Tudom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolatmenettel, hogy nekem ez az egész úgy, hogy van egy kicsit büdös. Ez az egész, és több okom is van rá azt, hogy azt feltételezzem, hogy ez a történet, ez büdös. Tehát van egy fantasztikus pilóta, Sergio Perez, aki egy fantasztikus autóban ül, és ugye kopogtat az ajtón egy négyszeres világbajnok, a kiszivárgott információ. Gyűnnék felkiáltással. Igen. Ennek a bizonyos pilótának több évre szóló szerződése van az adott csapattal, ergo menesztés sem olyan egyszerű, ha adott esetben erre kerülne a sor. Lelépési díja, kompenzáció, mi egymás, ez egy horror. Viszont érdekes módon még senkit az ég egyadt a világon koronavírussal nem diagnosztizáltak a formányos mezőny tagjai közül. Pontosan ezt a srácot hirtelen őt koronavírusosnak találják. Állítólag napokkal azelőtt, igaz, hogy cáfolta ott már Szafnauer, hogy létezne ilyen záradék a szerződésében, hogy meddig lehet felbontani azt a szerződést, de ez történetesen július 31-e volt. Tehát egy nappal korábban kiderül, hogy koronavírus. Oké, hogy
Perez hazautazott Mexikóba. Oké, hogy ez a dolgok jelenlegi állása szerint nagyfokú felelőtlenség, de azt hozzá kell tennem, hogy ott az asszonyka is elkövetett egy aprócska hibát azzal, hogy teleposztolta az Instagramot és a különböző közösségi... Nem lett volna muszáj. Nem lett volna muszáj, viszont hogyha... Hát érte, stikába elmész valahova, akkor nem rakod ki, és bocsánat, félbeszakítalak, a szavad ne feled, csak ugye Perez aztán elmondta azt a szívhez szóló dolgot, és ebből nem is akarok viccet csinálni, hogy az anyukájának balesete volt, és őt ment meglátogatni. De azért tengerparti fotók kijöttek az asszonykától, és ezért, pontosan ezért volt hülyeség az asszonytól ezeket kirakni, mert önmagában, hogyha Perez elmondja azt, hogy a beteg anyukáját látogatta meg, hát senki nem szól egy rossz szót se, ki ne tenné meg ezt a helyében. Csak hát, azért ezek nyaralós fotók voltak, nem a kórházba készültek. Nem, anélkül, hogy rosszat feltételeznénk bárkiről, hangsúlyozom bárkiről, de mi Gergő kollégámmal, barátommal a hétvége folyamán többször is beszéltünk arról, hogy Isten tudja, hogy hogy lehet oda egy pozitív koronavírus tesztet oda csempészni, amire már lehet hivatkozni, hogy hát akkor hát nézzük csak meg ezt. Tehát te elutaztál, azt mondtad, az anyukádat mentél meglátogatni, itt közben itt bulikázol. Jaktos fotók, mi egymás étteremben vacsorázgatunk, a feleséged ilyesmit posztol. Ezt már, erre már mindjárt rá lehet húzni a szerződésszegés, a szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése című vádpontot, amivel kompenzáció meg minden egyéb más nélkül félre lehetne állítani, de hát nem vagyunk mi ilyen rossz emberek, hogy ilyen rosszat feltételezzük Lawrence Strollról, vagy akárki másról abban a holdudvarban. Így van-e, vagy nem így? Lawrence Strollról a világon mindent képes vagyok feltételezni, és az ellenkezőjét is. Beszéltük, méltattuk már az adásban, hogy mekkora formátumú emberről, és mennyire dörzsölt üzletemberről beszélünk. Én bevallom őszintén még... Ez az a típus, bocs, erre a típusra mondják azt faluhelyen, hogy az anyját is eladná 2 forintért. Nagyjából szerintem, mert ilyen sikeres nem leszel más mentalitással. Kétségkívül a legdörzsöltebb pacák, akit szerintem valaha láttunk. Pedig láttunk már nagy formátumú ürgéket a Forma 1 platformján, de ilyen mindenhája megkent, dörzsölt üzletembert, mint amilyen Lawrence Stroll, itt elég csak visszagondolni arra, hogy milyen fondorlatok révén és milyen húzások révén csavarta ki kvázi a Force Indiát néhány évvel ezelőtt Vijay Mallya kezéből, tehát ha erre visszagondolunk, akkor miért ne feltételezhetnénk azt, hogy egy ilyen húzáshoz folyamodik ahhoz, hogy félreállítsa a Perezt. Nem tudhatjuk. Igen, tehát az, tudjátok, az a nagyon fura, többes száma hallgatóknak is szól, meg Betlen Tamás szellemének velünk, szóval, hogy az a nagyon fura, hogy egy sok ezer koronatesztet megcsinálnak. Sok ezer. És egyetlen pozitív lesz belőle a hétvégén, azért a versenyzőjé, akit épp az élő szerződése ellenére valószínűleg megpróbál ki akkor bólítani a csapat. Szóval akkor ezt vagy a hétvége véletlenének nevezzük? Nem vádolunk senkit senkivel, nem, de túlságosan magas, a labda ahhoz, hogy ne forduljon meg valami ilyen... ne forduljon meg a fejünkben az, hogy adott esetben valami disznóság van a színfalak mögött, mert hát a Forma 1 nem éppen a szeplőtelen fogantatások gyűjtőhelye, tehát miért ne történhetne valami ilyen disznóság. A mi célunk az, hogy megpróbáljunk gondolatot ébreszteni a ti fejetekben is. A mi fejünkben a hétvége folyamán ez a szenárió ez többször is lefutott, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Az igazság az előbb-utóbb úgyis kiderül, annak idején, amikor a Force India business ment, akkor is néhány hónap múlva kiderült, hogy mi is történt ott valójában a háttérben. No, hát meglátjuk. Addig is viszont szeretnék egy külön díjat előterjeszteni, mielőtt itt lezárnánk a brit nagydíj összegzését, ez pedig a hétvége, sőt számomra őszintén szólva az elmúlt egy hónap mióta zajlik a szezon legérthetetlenebb produkció sorozata, ennek tulajdonosa Alexander Albon. Nem értem, mi történik Alexander Albonnal. Az egész jelenséget nem tudom fölfogni. Nagy bonyolultságú egyenletről van. Ugye itt ez sem egy olyan dolog, ugye a Ferrari-nak a problémái kapcsán sokszor beszéltünk róla, hogy nehéz összerakni, de összetett a történet. Ez az Albon kérdés is ennyire összetett. Tehát nem lehet most itt rögtön diagnosztizálni az elmúlt 3-4 verseny alapján, hogy mi történt. Vissza kell menni egészen a legesleges legelejére a pályafutásának, amikor ő ugye Red Bull pilóta lett fiatalon. Majd a Red Bull egyszerűen dobta őt azért, mert nem voltak eredmények. Ő valahogy elvegetált a
kétes ügyletek miatt a sittet is megjáró anyuka, illetőleg az ex-túra autóversenyző apuka támogatásának köszönhetően. Eljutott F3, F2, ha jól emlékszem, ezüstérmes volt az F2-ben. És akkor egyszer, ugye ő már le is mondott arról, hogy ő valaha Forma 1-es pilóta lesz, alá is írt egy szerződést a Formula E-be, onnan vásárolta vissza gyakorlatilag Red Bull Márkó, ez is jó hangzik, Helmut Márkót akartam mondani, elnézést kérek. Szóval Red Bull Márkó onnan vásárolta vissza, amikor éppen úgy ítélték meg, hogy jobb választásuk nincs. Na itt kezd egy kicsit bonyolultabb lenni a történet, hogy miért épp őt. Na most én nagyon sokat kutattam annak idején, amikor ez megtörtént, ez az ő visszahívása és Form 1-es pilótával történő kinevezése. Akkor a pedokban, F2-es pedokban és F3-as pedokban is több megbízható forrásom is azt mondta, hogy a nyakukat teszik a tőkére, hogy valójában itt a szálak egészen a táj királyi családig nyúlnak, akik ugye reménykednek abban, hogy egyszer majd valamikor Form 1-es nagy díjat tudnak rendezni Tájföldön, potenciált látnak abban, hogy az országra egy kicsit jobban ráirányítja a figyelmet az, hogyha egy ilyen globális platformon, mint a Form 1 Tájföld is szerepel, és hát ugye a Red Bullnak az egyik társtulajdonos, a Red Bullnak a többségi tulajdonosa, nem Dietrich Mateschitz, hanem Dietrich Mateschitz üzlettársa, aki a többségi tulajdonos, hogy történetesen egy táj úriember és egy tájcsalád. És a hétvége másik legmegdöbbentőbb véletlen egybeesés. Itt történt valami összefonódás, aminek köszönhetően megszületett az a döntés, hogy az Albont vissza kell hozni. Megkapta Toro Rossót, ugye jött a Gasly ügy, nem úgy teljesített a Gasly, ahogy azt várták tőle a Red Bullnál, és akkor jött Helmut Márko, aki azt mondta, hogy jó, akkor azt ígérték neki a tavalyi magyar nagydíjon a Gasly-nak, hogy maradhat, de néhány nappal később mégis csak visszadelegálták a Toro Rossohoz, ahonnan felfelé buktatták az Albont. És ugye azt, amit tavaly csinált, lehozta azt, amit le kellett hozni, pontokat szerzett, ugye egy futamot, a brazil nagydíjat, ahol a Hamiltonnal ütközött, azt leszámítva minden versenyen szerzett pontot. Arra még rá lehetett fogni azt, hogy hát igen, nagy teher nehezedett rá, nagy nyomás nehezedett rá, de azért megállt a helyét. Na most viszont innen úgy... Szerintem teljesen korrekt volt, igen. Tehát fél év közben átülve, igen. Az teljesen korrekt volt, és abszolút értettem, miért tartják meg idénre. Nem lehetett kérdés. Így van. Viszont ami idén történik, az egyszerűen értelmezhetetlen, hogy ez hogy zajlik. Tehát gyakorlatilag halára veri a Verstappen, közelében nincsen Verstappennek időmérőkön, tehát ezt én... Nyilvánvaló, hogy az egész Red Bull birodalom a Verstappenre épül jelenleg. Nyilvánvaló, hogy nem olyan egyszerű egy ilyen gőzhenger mellett érvényesülni, de akkor is én magam azt látom, hogy túlságosan nagy a különbség a két ember között. A versenyeken nyilvánvalóan az autónak a tudását, vagy a saját tudásából is valamennyit felszínre hozva azért mindig valahogy kimenti a pontokat, és én azt látom, hogy a csapat az egyelőre tényleg próbál vele türelmesnek lenni, de a kérdés az, hogy ez meddig tart ez a türelem. Meddig tart, meg mit fognak csinálni, ha elfogy? Tehát ugye ez a másik, hogy Kwiatot vissza? Gaslyt vissza? Azt nem látom magam előtt azt a forgatókönyvet, hogy akármelyiket visszaültetnék. Meg most tegyük hozzá, egy Pierre Gasly szerintem fantasztikus versenyt futott tegnap. Egy mondat. Nálam külön díjas. Egy-két mondat említést megérdemel mindenképpen. Baromi jó versenye volt. De nem látom, hogy a miben lenne más, mint tavaly volt a Gasly, hogyha most még egyszer fölviszik. Ha meg nem, akkor kit? Akkor megcsinálják azt. Gyakorlatilag Sebastian Bourdais szerződtetése óta először, hogy kívülről hoznak valakit, akinek köze nem volt a Red Bullhoz. Vagy mik a lehetőségek? Sainzot már nem lehet visszahozni, elvitte a Ferrari. Ricciardót valószínűleg nem is akarják visszahozni. Tehát ki lesz az épkézláb ember? Halkan mondom, Nico Hülkenberg. De tényleg, ki lesz az épkézláb ember Verstappen mellett? Ez egy izgalmas kérdés a jövőre nézve, viszont pusmarogjunk még egy kicsit. Tehát Albonnal kapcsolatban, Albon a forró témák egyike jelenleg, amire érdemes odafigyelni, hogy mi fog történni vele, de pusmarogjunk egy kicsit tovább, ugyanis úgy tűnik, hogy Kimi Räikkönen is célkeresztben van. Ugyanis a hétvégén több forrásból is azt hallhattuk, hogy bizony nagyon közel az a pillanat, amikor elhangzik majd a bejelentés, hogy az idei évad végén befejezi a pályafutását. Igen. Szomorú, egyrészt.
De tényleg, tényleg, tehát Räikkönen, ez nyilván vele kapcsolatban egy ilyen közhely, de abszolút igaz, legtöbb közhely amúgy azért igaz. Tehát Räikkönen egy olyan egyéniség, aki nagyon fog hiányozni. Tehát maga a Kimi Räikkönen jelenség, a maga elképesztő stílusával, fantasztikus nyilatkozataival és minden a Räikkönenségével baromira fog hiányozni. De másfél valószínűleg ennek eljött az ideje. Tehát én azt gondolom, és ez idén nagyon látszik is, igazából idén már az akarás sem érzem rajta. Tehát tavaly azért voltak neki nagy pillanatai, kétségkívül az Alfa Romeo-val produkáltó erőn fölül, illetve Giovinazzi-val szemben azért megmutatta az újoncnak, hogy ki itt a nagy menő. De az idei az most nem jó. Tehát ez egyszerűen nem jó ez a teljesítmény, és tényleg leginkább az akarás hiánya látszik belőle, és érződik a nyilatkozatain, és minden egyéb. Úgyhogy igazán nem lepne meg, hogyha ez a bejelentés megérkezne. És másfelől ugye akkor ott el lehet gondolkodni majd, amiről beszélgettünk egy-két hónapja a top 10 fiatalos adásunkban, hogy Ferrari-nak majd döntenie kell, hogy melyik kezébe harap bele, mert fájni fog. Maradjunk annyiban, hogy a Räikkönenen jelen pillanatban a kínt és a szenvedést látjuk. Abszolút, abszolút nem élvezi. Én legutóbb a Magyar Nagydíjon voltam elég bátor, hogy megkér, ugye harap már egy ideje ezekre a kérdésekre, amik a jövőjét forszírozzák. Legutóbb a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján bátorkodtam föltenni neki azt a kérdést, hogy úgy próbáltam megközelíteni, hogy az eddigi tapasztalatok, amiket tapasztalt az autóval, azok lehetnek-e hatással arra, hogy dönt a jövőjével kapcsolatban, mert ugye hát azért az Alfa Ferrari küszködésnek köszönhetően ők is katasztrofális állapotban vannak. Én ebből a szempontból próbáltam megközelíteni, hogy hát ha valamit elkotyin, de azt mondta, nem, semminek semmihez nincs köze, majd megszületik a döntés, amikor megszületik neki, ezekből a kérdésekből elege van, pont. Hát, meg ezt mondjuk megértem, nyilván. Tehát azért hallgatja ő ezt pár éve, végül is, ha visszagondolsz, amikor a Ferrari-nál a kínlódós évei voltak, akkor is ezt hallgatta minden évben, hogy meddig marad még, aztán nézd meg. Emlékszel arra a rettenetes évre, amikor ugye Alonso teljesen hülyére verte, ez 6 éve Bucira. Volt, és még mindig igen. Itt van. És még mindig itt van Räikkönen, tehát hogy mondjam, amíg nem hallom a szájából, hogy ő visszavonul, azért elhinni nem fog. Én őszintén megmondom, azt, amit láttunk tőle az utóbbi hetekben, én az alapján semmiféle arra utaló jelet nem látok, hogy ő itt maradni szeretne. Ez nekem ez a benyomásom ezzel kapcsolatban. Én is ezt érzem valószínűleg, de azt mondom, hogy tényként majd akkor kezeljük, amikor kimondja, és addig viszont játszhatunk a gondolattal, hogy mit fog lépni a Ferrari, na ebbe már nem a menjünk bele, de hogy Robert Schwarzman vagy Mick Schumacher, ez lesz itt a nagy kérdés. Így van. Vagy mindketten. Pont, pont, pont. No, utolsó kérdést szeretnék még föltenni neked. Neki még. Vagy kettőnknek, neki ha még. Már itt szeretett műsorvezetünk távol van. Mit vársz a hétvégén? Lágyabb Pirelli keverékek jönnek? If you know what I mean. Megismétlődik-e a katasztrófa, vagy lépni fog a Pirelli, és kötelező kerékcserét, kötelező maximális körszámot határoz meg, mert szerintem ez a legnagyobb kérdés a hétvégét illetően. Én őszintén megmondom, hogy azok alapján, amit most láttunk vasárnap, én nem gondolom, hogy kell kötelező körszámot előírniuk. Azt maguk ajánlását biztos meg fogják tenni, biztos, hogy nyomatékosabban fogják megtenni, mint az előző hétvégére, de én azt gondolom, meg amit Günther Steinertől és más csapatfőnököktől hallottam, hogy ez egy nagyon jó leszke volt mindenkinek, hogy nagyon könnyű túlvállalni magukat. Én azt gondolom, hogy egy picit visszafogottabbak lesznek ilyen fronton, és hát jönnek a két kiállásos taktikák. Ennyi. Győztes személye? Nem mondok semmit. Katasztrofális tippelő vagyok. Majd a jövő hét elején megválasztjuk, tehát a futam másnapján újra megválasztjuk a hétvége Lewis Hamiltonját, és a hétvége nem Lewis Hamiltonját is. Jó van, maradjunk ennyiben. Akkor már csak azt kérdezném tőled, hogy záró gondolatként benned szakadt-e még valami, mert nem szeretném, hogy úgy búcsúzzunk el, hogy hiányérzeted maradt. Szeressétek az autósportot, szeressétek a Forma 1-et, és jöjjön vissza az elgyűhetetlen főszerkesztő Betlen Tamás. Hamarosan így lesz. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk voltatok. Köszi, hogy meghallgattatok bennünket, szeressétek a versenyzést. Így van, és akkor nem fogom olyan hosszan elmondani, mert úgy csak Tamás tudja elmondani, hogy hol és mit kell velünk csinálni. Két
helyet emelnék ki. Az egyik egy e-mail cím, podcast@formula.hu, a második pedig a Formula Podcast Facebook csoport. Itt kereshetek minket, írjatok, véleményezzetek, szidalmazzatok, és ahogy Tamás mondani szokta, szeressétek az autósportot. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.